Sziasztok! Tovább haladunk az lelki gyakorlatunkban, és már a tizedik napnál vagyunk. A mai, a második résznek, ami a jó szól, a magára az alapról szól, egy nagyon szép képet kaptunk. Ez a regényíró, akinek nem lehet, akit nem lehet számunk ki, hogy miért pont ezt a szerepet adta a főhősnek, de, és erre bátorítok benneteket, hogy hogy amíg képet így észrevettek, azon próbáltok, tehát azt próbáltok így figyelni, szemlélni, ízlegetni, mert a képekben, hogyha jók, és ebben a könyvben tényleg jó képek vannak, nagy igazságok vannak elrejtve, és sokkal jobban meg tudja nyitni a lelkünket a kegyelem előtt. És így engem az a, a képnek, ez a regényíros képnek, az a fele fogott meg, hogy uh, ugye a regényíró uh, hát úgy ír meg a regényt, hogy uh, hát haszna is legyen belőle. De az Istennek belőlünk semmi haszna nincsen. És elkezdtem erre az igazságra figyelni, és valóban, amikor az Isten, tehát az jött át, hogy, amit így leírva, de úgy lehetne elmondani, hogy ez az érdektelen szeretet az, az Istentől. De mi is az, hogy persze érdektelen, Istennek belőlünk semmi haszna nincs, és ő mégis akar bennünket. És sokszor, tehát sok ész volt az elején, próbáltam gondolkodni, de úgy éreztem, hogy ezt minél hamarabb ki kéne kapcsolni, és ott jött, tehát egy, ott jött egy ilyen impulzus, hogy add át magad ennek a szeretetnek, hogy ne félj tőle, hogy megy bátran ráhagyatkozni. Pár lelki, pár imalkoma ezelőtt már találkoztunk ezzel a képpel, és tényleg, tehát ö, úgy, segített engem abban, hogy az értelmi munkámat feladjam, és szinte hátradőjek, hogy az az Isten, aki érdek nélkül engem szeret, az ő szeretete képes, hát akkor is tevékenyen működni, amikor ö, amikor éppen nem teszek semmit. Ugye a, és akkor itt kapcsolt be, hogy a szűzanyák is a legnagyobb aktivitása az volt, hogy megengedte, hogy Isten működjön az életébe. És eszembe jutott az is, amikor Liző Szentelész, és most már picit értem, ez eddig csak olyan szép képnek gondoltam, de Valóban, ugye ő azt írja, hogy az orvosok is elaltatják az embereket, hogyha, hogyha valamit operálni akarnak benne. És, mekkora, és ezt a képet most értettem meg egy picit, egy picit, hogy, hogy tényleg el kell kicsit így altatni az értelmünket, hogy minthogyha mi aludnánk, és engedni próbáljuk meg az Istennek, hogy ő, működjön bennünk, hogy Ő elvégezze bennünk, és ne féljünk ettől, hogy Ő elvégezze bennünk azt, amit éppen akar. Tehát ne féljünk a kegyelemtől. Hanem bátran nyissuk ki magunkat a kegyelem előtt is. Ez egy ilyen nagy, hát ez egy ilyen szép tapasztalat volt ebben a, az ima alkalomban, hogy, hogy engedjen be, és kértem a boldogságos szünet is, akkor ebben segítsen, hogy engedjem be az Istent az életembe. Engedjem őt be, hogy ő be akar lépni. Hogy ő érdektelenül, pusztán önmagamért be akar lépni az én életembe. És tényleg úgy, hát éreztem, sajnos sokszor az imánk is csak ilyen érzelemből áll, de úgy próbáltam azt a valóságot szemlélni, hogy Isten... Belép az életembe. Mint egy folyó így árad. És erre van egy ima mód, amit ö, így próbáltam kicsit. Ugye fél óra nem volt sok, tehát hamar elment. De így próbáltam kicsit gyakorolni, és azóta próbálom így, amikor eszembe jut ezt hogy megélni, vagy erre figyelni. hogy A belégzésnél. Az Isten lélegzemben. A maga életadó, értem az én életemet akaró lényét, valóságát, igazságát, szeretetét, kegyelmét nevezzük bárminek. Mint egy mindegy belélegzés, egy ilyen áldozás lenne, főképpen ugye most a karantén idején, vagy hát a, a járvány idején, hogy nem tudunk áldozni menni. Tehát mint egy ilyen belégzés, hogy az Isten befogadom az életembe, úgy, hogy betöltsna, ez a lélegzet tényleg ne csak testemet, hanem egyre inkább a, a szívemet. De ugyanakkor a, a kilélegzés is annyira szép, hogy az Istent pedig azzal ajándékozom meg, ami nekem már nem kell, ami nekem már fölösleges. Istent be, és az elhasználódott valamit pedig odaadom az, az Istennek. Valahogy a szeretetnek ez a körforgása, vagy hát ki is a belélegzés, olyan jó lenne, hogyha ez egyre inkább megvalósuljon, vagy megvalósulhasson a mi életünkben. És aztán még ami itt van, hogy, hogy ennél a belélegzésnél igazából nem számít az, hogy te most éppen hol tartasz, vagy hogy milyen az életed, hanem Isten érdek nélkül, pusztán saját magadért szeretés képes, és be akar téged tölteni. Hogy micsoda a szeretet és öröm ez. És ezzel szemben, ami ha szabadon hagy, ugye észre se vesszük a lélegzeti, észre se vesszük az Istent, hogy tényleg mennyire tőle függünk, hogy mennyire ő be akar lépni az életünkbe, és ezért olyan tapintatos, ezért olyan gyengéd, ezért olyan elragadó, hogy itt nem számít az, hogy éppen most hol tartasz. Isten érdem és érdek nélkül pusztán saját magadért szeret. És ekkor jött az az oráció, hogy az imádságon vége felé, az utolsó, nem tudom, negyedben talán, hogy ad, Uram, hogy elég legyél. Ad, Uram, hogy elég legyél minden más, amit belélegzünk és magunkévá teszünk, talán rabbá tesz bennünket. Egyedül ez a szeretet, amely ennyire nem él vissza a maga hatalmával, egyedül ez képes igazából érdek, érdem nélkül szabadon szeretni. Ad Uram, hogy elég legyél. Elég legyél most, Elég legyél a kísértés idején, elég legyél a nehézségekben, elég legyél a választásaimban. Ad Uram, hogy elég legyél. Ezt szerettem volna nektek elmondani. Örülök, hogy többen megosztátok a lelki élményeiteket, és így tudunk együtt járni ezen az, ez, ezen az úton. Este jön az, új, az, az újabb csomag vigyázzatok magatokra. Sziasztok!